A Liszt Ferenc Zeneiskola Kamara Kórusának dallamai alapozták meg a pénteken rendezett Advent Győrben programsorozat nyitó ceremóniájának ünnepi hangulatát. A Széchenyi téren felállított színpad előtt rengetegen gyűltek össze és hallgatták a történelmi egyházak képviselőinek ökumenikus hálaadását. Elsőként Jánosi Attila, az öreg templom evangélikus lelkésze osztotta meg az egybegyűltekkel Isten igéjét. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, az Úr közel. Őt követte Bognár István atya, aki Jókai Mór ünnephez illő gondolataival érkezett az eseményre. Áldott legyen a fény, amely az én utamra rávilágított. És keressük most az adventben ezt a fényt, amely megvilágítja előttünk az utat. Végül Varga B. Árpád, református lelkész tolmácsolta Jézus tanító szavait. Jézus mondja, hogy és amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Az egyházi képviselők gondolatai után Dudás Dorottya, Radnóti és Latinovics díjas versmondó szavalt ünnephez illőt, majd Borkai Zsolt, Győr polgármestere szólt a téren összegyűlt adventre készülő tömeghez. Kedves győriek, mi az önkormányzatnál dolgozók most már minden éve törekszünk arra, hogy az advent egy olyan pillanat legyen, az advent kezdete, az adventi fesztivál, amikor mindenkit egy kicsit talán mindenkit melegség tölt el. A beszédet a már nagyon várt fényjáték követte, melynek végén felgyúltak a város szinte tökéletes karácsonyfájának fényei. De nem csak ez a fa kapott ünnepi díszt, az egész belváros meghitt adventi köntösbe öltözött. A megnyitót követően emberek ezrei lepték el az utcákat, minden korosztály talált számára megfelelő elfoglaltságot. Sokan nézték meg a Hamupipőke című jégrevűt a Dunakapu téren, amely szintén péntek este debütált. A tavalyi nagy sikernek köszönhetően idén is vasárnaponként 18 órától láthatják az érdeklődők a mesés jégrevűt. A látványos előadás mellett szinte felsorolhatatlan mennyiségű program várja a győrieket és az ide látogatókat advent idején. Érdemes tehát követni a gazdag programkínálatot, hiszen azt úgy alakították ki a szakemberek, hogy a család minden tagja találjon hozzáillő produkciót.